Občianske združenie Milan Štefánik zorganizovalo už 12. ročník benefičného festivalu pre osoby s mentálnym postihnutím Osmidiu. Podujatie, ktoré sa konalo v nedeľu 22. augusta 2021 na amfiteátri v Banskej Štiavnici, sa nieslo v duchu zumba tancov zo Zolim, vynikajúcej hudby v podaní skupiny Desmod, Petra Lipu, Zuzany Smatanovej a maďarskej skupiny Hungarian Rhapsody Queen Revival, ale i náučných workshopov. Enkaustiky, maľovanie horúcim voskom, ozdobovanie sadrových odliadkov, maľovanie na ruky či sprievodných aktivít ako lukostreľba, tvorba doplnkov z kože či razenie mincí. Celým podujatím sprevádzala moderátorka Dagmar Didiana Dianová. Nechýbala ani tradičná súťaž o najkreatívnejší transparent a najkrajšie mávátko. Most már sokat szor vagyunk itten, Banszkvastjavnicán. Jó, nem emlékszek harmadszor, és minden alkalommal nagyon jó a hangulat, és jól érezzük magunkat, és örömmel jövünk ide, amikor megkapjuk ezt a meghívást. És nagyon jó az emberek között kicsit úgy felszabadulni, és megtáncoltatni őket, és velünk együtt mozognak a színpadon, és jól látni, hogy ott van a mosoly arcukon, és egyszerűen ez a hangulat, ez mindent megér. És örülünk, hogy itt lehettünk, és reméljük, hogy még legközelebb is hamarosan újra láthassuk egymást Banszkvastjavnicán. Nagyon szépen köszönjük a meghívást, és hamarosan lássuk újra egymást ismét. Sziasztok! Ja mám Banskú Štiavnicu spojenú s Osmidivom. Ja som tu už pred, tuším, to bolo 9 rokov, zadu som to asi prvýkrát vystupovala na Osmidive a to má úžasnú tradíciu práve na tomto amfiteatri a som strašne šťastná, že to pokračuje a že sme tu zase. A proste tu je tá atmosféra taká strašne domáca a ja ďakujem, že som tu mohla byť. Deti si pripravujú také transparenty. Pre vás, že aké sú to pocity, keď vidíte transparenty? No to je úžasné, lebo ako to už ja už veľmi nezažívam. To bolo možno ešte v ére Superstar, keď ešte bola. A odtedy to potom už proste už to nepoznáme my ako speváci veľmi, že vidíme naše transparenty. A toto som sa úplne takým úsmevom som mala na tvári, že zase vidím to svoje meno a nejaké také fotky staršie. A je to strašne milé a tie decka si s tým dali určite veľa práce, takže strašne sa mi to páči. Ďakujem. Milé decka, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, boli ste fantastické publikum. Teším sa na vás aj hocikedy, na budúce a ďakujem za transparenty, za vašu energiu. Naozaj ste mi dali strašne veľa. Ďakujem, ahoj. My máme v rodine, už som to spomínal niekoľkokrát na tvojich akciách, že máme v rodine takisto rovnako postihnutého chlapca. Chlapčeka my ho voláme, ale už má 45 rokov, Tomáška, takže ja absolútne chápem rodičov, chápem tie deti, že aby zažili niečo podobné. Sú to živé strebre, ako povedala Didiana, takže ja chcem, aby zažili aj oni niečo takéto. Dajme tomu sa nedostanú na ten koncert, hej, alebo nemôžu si to finančne dovoliť, alebo neviem čo teraz, nechcem hrať hrdinu. Ale jednoducho toto je špeciálne pre nich, tak prečo nie? Kebyže nemám okuliare, tak tam vidíš slzy. Lebo to je, a teraz neklamem, som si uvedomil práve počas spievania, že koľko vlastne našich textov sedí na osudy, veľa z nich, vieš. A nechce to dávať do nejakého patosu, takže my sme sa pripravovali od minulej tvojej akcie celý rok na túto akciu, takže ďakujem. Ahojte decka, ja som Kulis zo skupiny Desmod a zdravím všetky decka na podujatí 8. diel. Čaute. Toto podujatie je jedna dôležitá vec a druhá dôležitá vec, že sa dnes konalo práve v Banskej Štiavnici. Obidve tieto veci si veľmi vážim, aj keď sú o niečom celkom inom. Štiavnicu mám rád, lebo to je naše historické, krásne mesto a čím ďalej, tým viac skvetá. Kvitne a ja som rád, lebo sem chodí viac ľudí a teda pre nás je to aj viac šancí im zahrať. A tým pádom je atmosféra oveľa lepšia. No a toto podujatie sledujeme po celom Slovensku, už sme hrali niekoľkokrát na takomto alebo podobnom podujatí. Radi to robíme, lebo keď si niekto váži našu hudbu a môžeme našou hudbou prispieť k tomu, aby ľudia mali aspoň chvíľu lepší pocit a
lepšie dojmy a väčšiu radosť, tak to je pre nás veľká odmena a sme radi, že tu môžeme byť. Všetkých divákov pozdravujem, som rád, že tu boli, som rád, že som im mohol zaspievať a dúfam, že aj oni majú radosť a že sa občas pozastavia aj pri mojich pesničkách niekde, či už doma, alebo v rádiu, alebo v televízii, alebo len tak a spomenú si, že nás tu spolu videli a celú kapelu a že sme si mohli spolu zahrať a zaspievať. Pozdravujem. Szeretünk élményeket adni embereknek, és minden nagyobbra értékelik az emberek, akiknek adjuk az élményt, nekünk annál jobb, és igazából nem csak ez a szakmánk, de ez a szemlélünk is, hogy ezzel foglalkozunk, hogy zenével és szeretettel élményt adunk az embereknek. Akármennyire is nyálasan hangzik, tulajdonképpen ez az igazság. Az ilyen hátrányos helyzetű emberek a leghálásabb közönség. Szóval nagyon szeretünk ilyen rendezvényeken fellépni, mert tényleg élvezik és megbecsülik azt, amit kapnak. És végtelenül hálásak, most is elhalmoztak minket ajándékokkal, ott voltak lent, tapsoltak, énekeltek, és egy olyan közönség, amiben egészségesebb emberek vannak, azok sokkal visszahúzódóbbak, sokkal jobban szégyellik azt, hogy ők kimutassák, hogy jól érzik magukat. Ők meg egyszerűen boldogok és örülnek neki, és ez gyönyörű az egészben. Csodálatos. Szóval, hogy a legtöbb helyen, ahova megyünk, ott ilyeneket nem kapunk, mert tulajdonképpen azért jönnek az emberek, hogy a Queen-t lássák, vagy legalábbis a Queen-nek egy emlékképét a színpadon, és hát tulajdonképpen Queen rajongók, nem Hungarian Rhapsody rajongók, és ezért nagyon jól esik a lelkünknek, amikor azt látjuk, hogy tényleg minket vártak, hogy minket akartak látni. Szervusztok! Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Remélem még látjuk egymást nagyon sokszor, és hallgassatok nagyon-nagyon sok és nagyon jó zenéket. Ne csak Quint, de Quint is nagyon sokat. Hallgassatok zenéket, mert a zene gyógyít, és a zene mindenkit összehoz, és az egy közös nyelv, amit mindannyian értünk. Úgyhogy nagyon örülök, hogyha tetszett, és nagyon örülök, hogyha tudtunk nektek olyas valamit adni, ami megmarad. És még ha csak annyi is az élmény, hogy megismerkedtettünk titeket ezzel a zenével, az, ami már nagyon boldogok vagyunk. Köszönjük szépen! Do Banskej Štiavnice chodiť to je vždy srdcovka, nie len kvôli tomu, že je tu banka lásky. Ale celkovo tá história je veľmi silná v Banskej Štiavnici. My ženy máme radi drahé kovy, zlato, striebro, to všetko sa tu ťažilo, bohužiaľ vyťažilo. Ale tak človek môže ťažiť z toho, že je tu stále veľa, veľa krás, čo obdivovať, nádherná príroda, úžasné kúpanie sa. A taktiež veľa skvelých ľudí tu stretne a aj preto som rada za toto podujatie, že vďaka nemu som opäť spoznala nových dobrých ľudí a je tu množstvo kapiel, ktoré milujem, ktoré tiež uvádzam v rádiu a poznám ich už množstvo rokov, takže za mňa Banská Štiavnica rozhodne áno. Ja si hovorím, že treba sa podieľať na tom, aby sa pomáhalo ľuďom a myslím si, že keď to dospelým a deckám, ktoré tu dnes sú, urobí aspoň mesiac dobrý, že budú z toho žiť a budú sa z toho tešiť, tak ja som veľmi hrdá na to, že tu môžem byť, takže za mňa benefícia určite áno, bez toho sa to nedá. Chcela by som vám odkázať len, že užívajte si každú jednu minútu, ktorej sa dobre cítite, kde ste šťastní. Ja tuším, že vy ste šťastní skoro stále, dúfam. Však je to tak, lebo mnohí ľudia sa trápime nad takými hovadinami a ja verím, že vy ste šťastní. Čaute.